minden kedves jelenlévőt, résztvevőt. Csodálatos ez a hely, az idő nem annyira, de az együttlét a fontos. És hát a nagy énekünket és imádságunkat, a himnuszt énekeljük el közösen. Kedves gyerekek, kedves felnőttek, kedves haracsapat alapítványunk a tagjaim, itt már 11 éve, hogy együtt vagyunk, de ennek elég nagy előzménye van, mert már azelőtt is próbáltuk ezt a társaságot összefogni. Engedjétek meg, hogy egy egyszerű köszöntéssel köszöntselek benneteket tekintettel, hogy templomban vagyunk, dicsőtessége Jézus Krisztus. Ezzel kezdjük, ezzel a szép mondattal. Rendkívül is sokat teszünk a diákoknak az ilyenszerű fejlődését is, és azért, hogy sportban, politikamentesen érezzétek, hogy együtt tartozunk, egybe tartozunk. Tehát mindannyian magyarok vagyunk, különféle vidékeken élünk, de ezt a nemzetet szeretjük. Ezt nagy lehet, hogy valahogyan föl tudjuk még tartani, és egyben engedjétek meg, hogy a Pécs vezetőségének és a polgármester úrnak, Katilának, hogy sok szeretettel megköszönjem, adjon a tevékenységet, amit folytatok. Hát 10 évvel ezelőtt kezdtük, a fél Európát végigjártuk, én, mint a csapatorvossal, én nagyon a szervezésben nem tudok beleszólni, de egy-két dolog van, hogy mindig imádságtartján templomba kezdjük ezt, és soha nem feledkezünk meg, még a vasárnap Isten tiszteletekről sem. Külajos nagyon sokat tett, és az ő munkatársai ezért, hogy ez működjön. És én azt kívánom ti nektek, hogy itt a sportversenyek alatt szeressétek egymást, érezzétek azt, hogy egy családba tartozunk, valamikor egy gyökerünk volt, egy Magyarországot, és mindegyőtök onnan származik. És nagyon szép, hogy eljöttetek, és nagyon szép, hogy ennyien itt vagytok. Én nem akarok túl sokat beszélni, érezzétek, hogy mindent megpróbálom tenni, értetek, étkezésért, szállásért, szórakozásért, szóval gyakorlatilag, de ennek az egésznek az a lényege, hogy a szeretet. Tehát szeretetben legyünk egymás vele, és ezt próbáljuk mindenféle politikától mentesen, ezt szeretnék elérni, hogy akik itt együtt vagytok, tegnap is együtt énekeltük a Székely himnuszt, ma együtt énekeltük itt a himnuszt, hogy együtt legyetek, egyek vagytok, egytől származtok, és tartsátok meg a magyar haza fele ezt a különféle szeretetet. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Én átadom.
mint azzal az emberrel, aki idegenül készül. Összehívta szolgáit, átadta neki vagyonát. Egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak csak 1. Kinek-kinek rátermettsége szerint. Aztán elutazott. Aki 5 talentumot kapott, menten kereskedni kezdett vele, és másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Aki pedig 1-et kapott, elment, költött másod, és elrejtette urának pénzét. Hosszú idő múlva megjött a szolgák ura, és számolást tartott velük. Jött, aki 5 talentumot kapott, és fölmutatta a másik 5 talentumát. Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges, derék szolga, mondta neki uram. Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízott lehet. Menj be, uram, örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál, nézd, másik 2-t szereztem. Jól van, te hűséges, derék szolga, mondta neki uram, mivel a kevésben hű voltál, sokat bízott lehet. Menj be, uram, örömébe. Végre jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy szigorú ember vagy. Haradsz, ahol nem vetettél, és gyűjtesz, ahol nem szóltál. Ezért félelmemben eltemettem a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. Te haszontalan usta szolga, kiáltott rá, uram. Tudtad, hogy ott is adatok, ahol nem vetettem, és gyűjtök, ahol nem szóltam. Oda kellett volna adnod tárpénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövett kamatosból kapjam vissza a magamét. Vegyétek csak elköd a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mindannak ugyanis, akinek van, még adnak, hogy bővel vegyék, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a haszontalan szolgát pedig vesítek ki a külső sötétségre, hogy sírás és fogcsikorgatás lesz. Jelenleg csak futok. Versenyszerűen húztam,
sportokat üztem. És nagyon fontos volt gyerekkoromban, minden testvéremet, nem vagyok testvérek, hogy sport és a zene, ami ott kell, hogy legyen a háttérben, hogy jól ki tudjuk bontakoztatni az életünket, tehetségünket, az egészségünket. Ahogy vitázni kell azon, hogy ki mit akar játszani, ki milyen sportot akar űzni, és nagyon könnyen feladják, sok-sok korombeli szülő szenved attól, hogy a gyereke elmegy két edzésre, aztán hazamegy, nem akarja folytatni. Kipróbálnak másikat. Mindenkinek van talentuma. Ha egy is van, arra figyelmeztet a Szentírás, hogy nem szabad elásni. Biztatnunk kell egymást, hogy kamatoztassa. A testünk nagyon értékes, csodálatos, ahogy meg van teremtve, ahogy kifejlődött az evolúció során, hogy ilyen alkatunk van, hogy mennyi mindent meg tudunk vele tenni. És még csodálatosabb az, amikor ezt játszva tesszük. Amikor játszva versengünk. Mert a versengésben valami olyan történik, hogy elnézem a nagy mérkőzéseket, hogy az ellenfelek kezet fognak, hogy fölrúgják egymást a focival, és utána fölsegítik. Hogy nem lenyomnák, belerúgnak egymásba, aki már lent van a padlón, aki veszített. Hanem megölelik egymást. Fölsegítik. Gondolkodom ezen, hogy mi zajlik le a csapatban, a társaságban. Milyen érzelmek cserélődnek ki, hogy mi is épül ebben. És azt látom, hogy ez is megragadható. Úgy, hogy az Isten országa épül benne. Az, amit Isten akar, hogy szeretet szövődik játékos és játékos között. Én magam is sok sportrendezvényt szervezek, most is éppen zajlik nálunk egy Bécset, kis foci bajnokság, Mikulás Kupa néve, negyedik éve, úgyhogy én innen azonnal oda fogok menni az egyik sportcsarnokba, a belvárosba. Sok-sok versengés, akár tű, fölszabadul. És valahogy a szeretetbe érkezik. És mint lelkésznek, papnak, jó ezt látnom, hogy bár sokat izgulok, feszülünk, hogy jól lebonyoljuk a történet, hogy ne legyen harag belőle, mert hogy indulatok elindulnak. Felgyűlnek mélyről. Sok-sok fájdalom van a láttérben. Vagy szó volt arról, hogy az egységről is szól. Amikor játszunk, akkor valahogy egységbe kovácsolódunk. Az egyik nagy élsportoló mondott példákat, emberi tulajdonságokat, hogy nagyon jó konfliktus kezelő, csapatjátékos, jól tudja kezelni az indulatait, az érzéseit, a kapcsolatait. És feltette a kérdést, hogy kiről beszél, milyen szakmáról. És akkor mondtak ilyen-olyan nagy menedzsereket, meg vezető embereket, és azt mondta, hogy nem. Az élsportoló lesz ilyen. De a személyisége az valahogy kiteljesedik tőle. A küzdés a csapatszellem valahogy kiteljesít, összefog, egységbe kovácsol bennünket. És ezek azok a talentumok, amik kamatozódnak, megduplázódnak, vagy akár meg is sokszorozódnak. Nagyja akarunk válni. És a sport egyik lehetősége. Úgyhogy szemléljük ebben. És erre kérjük áldást azokra a játékokra, amelyek zajlani fognak itt az elkövetkező órákban. Még mielőtt igen, imádkoznánk, igen, egy kép gondolat, úgyhogy hát is adom a szót. Kérjük
Jó napot kívánok mindenkinek! Engedjétek meg, hogy a határok úri magyarok nevében néhány gondolatot említsem. Elsősorban a kezdetekről fogva segítem ezt a nemes rendezvényt szervezésének, ugye felvidéki részről. És hát nagyon sok élményben volt részem, és elemelő érzés, ennyi odaadva elszállt arc, amit ma vásárolunk készülnek, hogy a legjobb tudás, a legjobb át szeretnék nyújtani. Én elsősorban szeretném megköszönni a tanácsokat alapítva a élő külvajossal, hogy ezt a nemes rendezvényt létrehozták, és a helyi szervezőknek a csodálatos szervezését, amit én azt hiszem, hogy tudunk bizonyítani, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és ezt továbbiakban is illeszkedve Mária Adnának szeretném megköszönni. És én mindenkinek a mai nap és a holnap jön a folyamán egy nagyon jó szórakozást és nemes versenyt és sok sikert kívánok. Köszönöm. Egyedik imádkozzunk, ezt fejezzük ki a testünkkel is, álljunk föl valamennyire. Tanítványok kérték Jézus, hogy tanítsa imádkozni. Az ember keresi a szavakat, hogy hogyan is forduljunk Istenhez. Mely szavak a leghitelesebbek? A mi atyánk is összekovácsol bennünket, és egységes, ezeket a szavakat ismételjük el most valamennyien. Mi atyánk, aki a lényegben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert én az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindenható atyánk, te teremtetted a világot, te képmásodra alkottál meg bennünket, és áldásodat adott munkánkra. Azt kérted már a teremtés kezdetén, hogy hajtsuk uralmunk alá a földet. Add áldásodra, játékainkra, küzdelmeinkre, munkánkra, hogy uralmunk alá hajtsuk a világot, az indulatainkat, ösztöneinket, és a te országodat építsük a szeretetet, Krisztus a mi úrunk által. Hogy még egyet énekelhetünk a székely mindosznak, és tisztességgel küzdjetek,